Potápi Árpád János államtitkár országgyűlési képviselő emlékére néma csenddel és megemlékezéssel kezdődött a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének legutóbbi ülése. Az ülésen a különböző bizottságok elnökeivé Égi Csabát, Kovács Jánost, Pintér Szilárdot és Cseke Istvánt választották. A bizottságok munkájától függ a pályázatoknak és így a fejlesztéseknek a gyorsasága, és semmiképpen nem szerettük volna, hogy ebben bármilyen elakadás legyen. Tehát már van olyan projektünk, ahol bizottsági döntésre van szükség, ezért is volt nagyon fontos, hogy minél hamarabb megalakuljanak a bizottságok. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság élére Pintér Szilárd és Cseke István személyében új elnököket választottak. Orbán Attila reméli, hogy ezáltal új lendületet kap az önkormányzat munkája. Az a fontos, hogy minél hamarabb, minél több projektet meg tudjunk kezdeni, véghez tudjunk vinni, és át tudjunk adni a településeknek, minél több fejlesztést tudjunk eszközölni. Az ülésen letették esküjüket a bizottságok megválasztott külsős tagjai is. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.